Ha a hódmezővásárhelyiek a jövő évi önkormányzati választáson Márki-Zay Pétert választják meg újra a város polgármesterének, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra nem számíthatnak. Erről Lázár János beszélt a Rádió 7-nek adott interjújában. Ezzel kapcsolatban Márki-Zay Péter híradónknak azt mondta, Lázár János most bebizonyította azt, amit évek óta sejteni lehetett, hogy miatta nem kap a város semmilyen támogatást a kormánytól. Ha a hódmezővásárhelyek megválasztják Márki-Zay Pétert Hódmezővásárhelyi megyei jogváros polgármesterének, ami ez persze szíve joguk, és van persze lehetőségük erre, akkor a kormánytól semmiféle támogatás és együttműködésre nem számolhatnak. Ilyen keményen és egyértelműen fogalmazott a Rádió 7 adásában Lázár János Márki-Zay Péter esetleges újraválasztása kapcsán. Az építési miniszter szerint, ha valaki akkorát bukik egy országos választáson, mint Márki-Zay, arra nem lehet rábízni egy város vezetését, mert az a település is el fog bukni. A tárcavezető az együttműködés lehetetlenségét az ellenzékhez érkező amerikai pénzekkel indokolta. Létezett egy csoport 2022-ben, akik ennek az országnak a sorsát pénzért, személyesen is fölvett pénzért, idegeneknek akarták kiszolgáltatni. El akarták adni Magyarországot idegen érdekeknek. Ezt a csoportot Márki-Zay Péter vezette. Mi, a magyar kormány, nem bízhatunk egyetlen egy adóforintot sem olyan emberre, aki idegenek érdekeket szolgál. A Fidesz bizony az Európai Néppártól kezdve, az azeri titkos pénzektől kezdve, Putyintól, Kínától, mindenhonnan szerzi a pénzeit. Márki-Zay Péter szerint az ellenzék a választási kampányban külföldi magyar állampolgároktól kapott támogatást, amivel a kormányprogram megvalósítását segítették volna. Ezzel szemben a Fidesz valóban hazaáruló módon kiárusítja az országot. A polgármester szerint Lázár János most bebizonyította, miatta nem kapott az előző években sem semmilyen kormányzati támogatást Hódmezővásárhely. Hódmezővásárhely még így is sokkal jobban jár, mint amikor annak idején Lázár Jánosnak köszönhetően évente 2-2,5 milliárd forintnyi forrást kapott, extra forrást a kormánytól. Ezt Lázár János ki tudta járni, de akkoriban a pazarlás, a lopás ennél jóval nagyobb mértékű volt. Ennek ellenére a városvezető kijelentette, ahogy az előző 5 évben, a jövőben is keresni fogja az együttműködést a kormányzattal. Egy jogállamban és egy demokráciában, amit a Fidesz csinál, az elképzelhetetlen. Nem lehet elfogadni azt egy város lakóinak, 44 ezer hódmezővásárhelyének, hogy csak azért, mert a polgármester nem lop és nem tűri a migránsbetelepítést, meg az aberrált pedofilok szabadonbocsátását, ezt kritizálni merészeli, akkor a vásárhelyek ne kapják meg azt a pénzt, ami nekik, mint adófizetőknek jár. Márki-Zay Péter híradónknak is megerősítette, hogy elindul a jövő évi választáson, annak ellenére is, hogy nagyot csalódott a politikában.